Miha Blažić 2017 nyarán érkezett a Ferencvárosba, első itteni idénye pedig kiválóan sikerült. Szurkolóink a szlovén védőt választották a 2017-2018-as szezon legjobb játékosának, Puskás Akadémia elleni fejese pedig a tavasz legszebb találata lett, drukkereink szavazatai alapján. Köszönöm minden szurkolónak, aki rám szavazott. Nagyon büszke vagyok az elismerésre, hiszen sok csapattársam is jó szezon tudhat maga mögött. Mindent megteszek azért, hogy a következő idényben is megháláljam a szurkolók bizalmát, és ismét örömet szerezzek nekik a játékommal. Azt sose gondoltam volna, hogy valaha gól szépségversenyt nyerek. Ehhez igazán nem vagyok hozzászokva, de tavaly jöttek a találatok, és nagyon jól esik ez a siker is. Blažić csütörtökön tért vissza a Fradi keretéhez, és bízik benne, hogy a következő szezonban is jó formában játszik majd. It was nice. Otthon voltam néhány napot a családommal, kipihentem magam, és készen állok az új idényre. Egyelőre még nem tudjuk, ki lesz majd az ellenfelünk az Európa Ligában, de már a tétmeccseket szem előtt tartva készülünk, hiszen mindenki jó eredményt akar elérni. Örülök, hogy ismét közösen edzhetünk, jó a hangulat a csapatban, és keményen dolgozunk azért, hogy a lehető legjobb formába kerüljünk a tétmeccsekre. Miközben játékosaink a 2018-19-es idényre készülnek, Oroszországban világbajnokság zajlik. Szerintem minden focista követi a világbajnokságot. Izgalmas időszak ez, és jó, hogy az edzések között néhány kiváló meccset megnézhetünk. Hogy ki fog nyerni? Nehéz kérdés, de azt gondolom, Franciaországnak igazán jó esélye van a VB címre. I think France has a good chance. Manó Miltiádész 90 éve tervezte labdarúgó csapatunk ikonikus jelvényét, a Fradisas tábrázoló képet. Látogass el június 23-án a Múzeumok éjszakáján a Fradi Múzeumba, ahol változatos programokkal és különleges Fradisas relikviákkal készülünk. Vedd meg most karszalagodat!